tűzszerészek dolgoznak az északi temetőben múlt hét szerdán. A szakembereket kedd délelőtt értesítette a temető vezetősége arról, hogy egy kripta alapjának kiásásakor a rakodógép körülbelül 2-2,5 méter mélyről harcászati eszközmaradványokat és emberi csontokat forgatott ki. Mára kiderült, hogy a II. Világháború nyíregyházi harcaiban elesett szovjet és német katonákat rejti a föld mélye, velük együtt földelték el a katonai felszereléseiket is. A rendőrség értesítése után a honvédség tűzszerészei jelentek meg, biztosították a rendőrséggel karöltve a terepet, illetve a Hadtörténeti Múzeumnak a munkatársai, régész munkatársak, szakemberek jelentek itt meg, akik megpróbálták feltárni a megtalált leleteket. Ez a tegnapi nap folyamán is folytatódott, valószínűsíthetően tovább tart a feltárás, ugyanis újabb leletekre utaló nyomokat találtak, a kiásott emberi maradványokat, lőszermaradványokat, övcsatot, ruhamaradványt, kanalat elszállították. A vizsgálatot követően derült ki, hogy a sír 14 német és 15 szovjet katona földi maradványait rejtette. A terület feltárása közben több faládát is találtak, amiből arra lehet következtetni, hogy a terület másodlagos temetési helyszín volt. Temetőben gyakorlatilag még vannak olyan helyek, ahol előfordulhatnak háborús eseményekből itt maradt, akár eszközök, akár emberi katona maradványok. Ami viszont egy nagy pozitívum, és én azt gondolom, hogy ez egyfajta mementó és egy említésre méltó dolog, hogy az azonosítás alapján ugye olyan hozzátartozó utódok is megtudhatják az eltűnt édesapjuk, nagyapjuk, eltűnt hozzátartozójuknak a helyét, és végre egy történetre pontot tehetnek, ami mondjuk bizonytalanságba tarthatta ez idáig őket. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai a héten még folytatják az exhumálást. Az északi temetőben több olyan, akár több száz éves régi sír van, amelyek alatt korábbi háborús cselekményekből származó leletek is lehetnek.